cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort at times like these. Érdekes videók. Is the enemy. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit eme kifejezetten családbarát videóban. A téma nem más, mint a pestis járvány és annak doktorai. Manapság például Halloweenkor, vagy esetleg karneválokon gyakran felbukkannak a pestis doktor jelmezek, mégis az emberek nagy többsége nem tudja, hogy kik voltak ők valójában. A középkori ember számára két dolog létezett, háború és vallás. Ha éppen nem háborúzott, akkor hitt, ha viszont háborúzott, akkor is hitt. Ennek következtében a pestist magát egy isteni csapásnak vélték. Az egész történet a 14. század közepén Messinában kezdődött. Messina kikötője nem csak azért volt fontos, mert onnan indultak a keresztesek a Szentföldre, de ugyanakkor ott kötöttek ki a keletről visszatért kereskedőhajók is. Ezek a kereskedőhajók hozták magukkal a patkányokat, az azokon lévő bolhákat és ezekkel együtt a pestist. A kor embereinek életmódja és életkörülményei nagyban eltértek a manapság megszokott formáktól. A városok és falvak utcái szűkek voltak, zsúfoltak és tocsogtak az emberi és állati ürülékben. Miután a gazdatest, azaz a patkány elpusztult, a bolha egy új testet kellett keressen. Talált is, az embert. Tudni kell, hogy az akkori népek immunrendszere nagyságrendekkel gyengébb volt, mint manapság. Magyarán szólva, a kelet és nyugat kereskedelme, a patkányok és a gyenge immunrendszer alkotta meg azt a kört, amely során Európa teljes lakosságának fele, több mint 200 millió ember halt meg alig kevesebb, mint 3 év alatt. Az első pestis doktorok már ekkor léteztek, viszont nem voltak túl hatékonyak. Példaképpen Velencében 1347-ben, alig 2 hét leforgása alatt, 20 pestis doktorból egyetlen egy maradt életben. A manapság ismert ruházat ugyan a 17. század elejéhez, bizonyos Charles de Lorme nevéhez kötődik, de biztosan használták már előtte is. A kor legkiválóbb doktorai általában Franciaországból származtak. Ott volt a pápának a saját udvari doktora, illetve maga Charles is francia földszülötte. De volt még egy francia, akinek a nevét valószínűleg mindenki hallotta már. Ő volt Nostradamus. Nostradamus nem csak a jóslatai miatt lett híres, de az emberek csodadoktornak nevezték. Miért lett csodadoktor? Az ő korának pestis járványa közben járta a falvakat és városokat, és több száz embert kikúrált a betegségből. De ami még fontosabb, ő is életben maradt. A leírások alapján már 1544-ben hordta ezt a ruhát, és egy kis belső információt is tudunk róla. Úgy hírlik, orfacsaróan büdös volt, illetve hermetikusan lezárt. Tehát lehet vitatkozni a ruha eredetén, de most nyilván nem fogunk. A pestis doktorokat nagy tisztelet övezte, hiszen eredetileg az akkori papok voltak egyben az orvosok is. Hogyan épült fel maga a ruha, és milyen célt szolgált? A ruházatnak egyetlen célja volt, hogy az úgynevezett rossz levegőt, illetve bármiféle testi kontaktust kizárjon. Először is az ember felvette az átlagos öltözékét, egy budgyos inget és nadrágot. Ezek át voltak itatva különböző főzetekkel, amitől az előbb említett orfacsaró bűz érződött. Ezekre vette fel a hosszú köpenyt, csizmát, kesztyűt, kalapot és magát az állarcot. Fontos tudni, hogy maga a doktori ruházat teljesen bőrből készült, hiszen a bőr jól szigetel, és így kívánták elérni, hogy a levegő egyáltalán ne érintkezzen velük. Ezekre vették fel a kalapot, ami nem csak egy egyszerű kalap. Akkoriban, ha valaki ilyet hordott, arról tudták, hogy ő doktor. Maga a maszk érdekesen volt kitalálva. A csőrformába raktak rengeteg gyógynövényt, fahéjat, mentát, meg minden egyebet, és ezek szolgálták magát a folyamatos, egészséges légzést.
A maszk orr részén volt kettő kicsi lyuk, azon keresztül kaptak összesen levegőt. A szemrésznél volt kettő darab üvegszerű lencse, amin keresztül természetesen szinte semmit nem láttak. Nem kaptak levegőt, nem láttak, illetve a teljes burkolás miatt nem is hallottak. A feladatkörük közé tartozott a halottak számbavétele, illetve a betegség kúrálása. Akkoriban a hatalmas káosz közepette bármit megengedtek nekik. Az orvostudomány akkor nem ismert határokat, és minden létező módon megpróbáltak segíteni az embereken. Hogyan történt ez? Megjött hozzád a doktor, és volt nála egy bot. A bottal megnézte a beteget, hiszen semmiképpen nem akart hozzáérni, majd ránézésre megállapította, hogy halott vagy sem. A gyógyír legtöbbször az volt, hogy adott nekik valami főzetet, amit akkor varázsitalnak tituláltak, a beteg megitta és hamarabb meghalt. Csak hogy érzékelhető legyen az eszméletlen helyzet, elmondok pár gyógymódot, amit a szakemberek írtak fel, és megnézzük, hogy ezekkel mit értek el. Forró bor, esetleg felforralt víz itatása a beteggel, amitől talán ki tudja izzadni a betegséget. Semmit nem csinált. Piócák elhelyezése a testen, amelyek majd kiszívják a fertőzött vért. Semmit nem csinált. Egy jókora adag hashajtó beadása a betegnek. Semmit nem csinált, de gyakran a beteg annyira kiszáradt, hogy meghalt. Bekenni a beteget higannyal, majd berakni a kemencébe. A higany mérgező, a tűz fáj, semmit nem csinált, de 99%-ban belehaltak. Illetve természetesen ott volt a végtagok amputálása. Nem vicc, néhányan a nyakat kívánták kivágni, mondván az majd segít. Illetőleg az akár narancs méretű fekete gumók kimetszése. Természetesen nem a mai szikével. Az emberek saját gyógyításuk alkalmával házaik ajtajába szövegeket véstek, illetőleg a legkülönböző módon kínozták magukat. Már a 14. században is elkezdték kutatni az okát, azonban a válasz megdöbbentő tudatlanságra engedt következtetni. Maga Kelemen pápa sem tudta megakadályozni azt, hogy a pestis elterjedését a zsidókra fogják. Hiszen mi is történt akkor? A keresztény és zsidó holttestek tömegekben álltak, azonban a flagellánsok vagy más néven a vallási fanatikusok kitalálták, hogy a zsidóság megmérgezte a vizet. A 15. és 17. század doktorai azonban már közel kerültek a betegség valódi okának megállapításához. Ekkor azt mondták, hogy szerintük a legyek terjesztik a betegséget, ezért ellenük kellene valamit kitalálni. Természetesen, ha volt egy ilyen ember, aki jött egy logikus magyarázattal, rögtön jött 30 másik, aki szerint ez istenkáromlás meg stb., szóval ezért nem jöttek rá soha a gyógymódra. Biztosan gondolkodtál már azon, hogy a maszk miért pont madárcsőr formájú. Nagyon sok babona volt elterjedt akkoriban, és ezen babonák közül született meg maga az állarc is. Tudnélik, ha volt egy csata, vagy valahol sok ember halt meg egyszerre, mik jelentek meg először? Nem a legyek, hanem a varjak. Úgy tartották, hogy a varjak az ősi istenek és királyok szolgái, akik egy dolgot hirdettek, a halált. Úgy is nevezték őket, hogy tollas emberek. Ezen gondolatmenet alapján tehát a pestis isten csapása, a varjú a halál hírnöke. Szóval, ha úgy öltöznek fel, mint egy varjú, akkor a halál nem fogja őket felismerni. Szóval ezért volt az öltözetük gyakran teljesen fekete, illetve ezért hordtak madárcsőrös maszkot. Nem sokan ugyan, de akadtak remek doktorok, akik valóban segítettek az embereken, illetve valóban doktorok voltak. Hiszen csak úgy, mint bármi másnál, ekkor is megjelentek a haszonleső csalók. Nem kellett túl sokat fáradozniuk, beöltöztek pestis doktornak, és járták a házakat. Mivel ezek a csalók úgy nevezték magukat, hogy ők maguk a gyógyír, ezért a szegény parasztok mindenüket kifizették nekik, hogy ne csináljanak semmit. Habár hihetetlen vagyonra tettek szert, a karma ekkor is működött. A legtöbben azt sem élték meg, hogy egyetlen aranyat elköltsenek. Tehát, ha véletlenül pont a középkorban éltél, mert ugye miért ne, és tegyük fel egyik faluból utaztál a másikba, majd megláttál egy ilyen feketébe öltözött doktort, az csak egyetlen dolgot jelentett. Ezért van az, hogy manapság a pestis doktor jelmezek a halált kívánják szimbolizálni. Köszönöm szépen a patronoknak a csatorna támogatását, illetve köszönöm mindenkinek a figyelmet. Jók legyetek, találkozunk legközelebb, sziasztok!
Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch, for this night, and all the nights to come.